Január 20-án szombaton az Arzó Székházban ünnepelte a Magyar Kultúra Napját az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. A Kérdezd a zeneszerző sorozat harmadik koncertjén a barokk muzsika és a kortárs zenész színház sokszínűségével és ősbemutatók sorával ismerkedhetett meg a közönség. Az interaktív koncert során Dobri Dániel, az Arzó kortárs művészeti vezetője egy vitaindító kerekasztal beszélgetésre invitálta meg a közönséget Balogh Máté és Bella Máté zeneszerzőkkel együtt, ezúttal a kortárs zenész színház szerepével kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen beszélgetések. Ha belegondolnak, annak idején minden kortárs zene volt, Mozart idejében csak Mozartokat és Haydnöket játszottak, és nem is igazán foglalkoztak azzal, hogy régen, a régi korokban milyen zenék voltak. Ma pedig eleve egy régi zenejátszás van, tehát előző századok zenéit játsszuk nagy számban, és ritkán fordulnak elő kortárs művek, és azt hiszem, hogy ezek a beszélgetések nagyon fontosak, mert nem mindennapi tapasztalat a mai zene, és ha valamire igazán rá tud világítani egy ilyen beszélgetés, akkor az a ma. A beszélgetésen az interaktív találkozó alapvetése hangzott el, hogy a múlt klasszikusai, illetve a kortárs muzsika milyen kapcsolódási pontokkal rendelkeznek. Ezek a beszélgetések rendkívül fontosak, és nem feltétlenül az edukatív jellegük miatt, hanem egyrészt találkozhatnak kortárs szerzőkkel, élő szerzőkkel a kedves hallgatók, és itt a szerző elmondja a saját gondolatait. És általában a szerzők nagyon máshogy gondolkodnak, mint mondjuk a muzikológusok, vagy a zenetudomány a zenéjükről. Szerintem egy sokkal felhőtlenebb, kötetlenebb, személyesebb, intimebb viszony jön így létre. Az emberi hang határtalansága megerősítéseként a klasszikus és kortárs klasszikus szerzők műveit az esten Kéringer László énekművész tolmácsolta.